Hello srácok, üdvözlök minden kedves nézőt, én Peti vagyok, és most ott pont ég egy vasgólem. Nézzétek, hogy ég. Hogy működik ez a vasfarm? És srácok, itt vagyunk a hardcore következő részében. Ebben a részben fogom megépíteni az 500 ezeres feliratot, nektek hála természetesen, ezt nagyon szépen köszönöm még egyszer. Jaj, de jó nézni, hogy működik a vasfarm. Annyira jó srácok, annyira jó látni. És ezt azért emelem így ki ennyire, mert srácok, nem akart működni. Azért is láthatjátok, hogy most másképp néz ki, mindjárt megmutatom nektek, hogy más kép néz ki ez a farm, és azért készítettem belőle még egyet, mert egyszerűen ez nem akart működni. Most már végre működik és gyűlik a vas szépen lassan, tehát most már jók vagyunk, most már nem lesz probléma, de láttátok, hogy milyen kevés, 64 plusz 64 plusz 50 darab vas van benne. És figyeljétek, ezt át is építettem, tehát azt látjátok, hogy milyen kis szűk ez, meg milyen széles. Illetve a falusiak is változtak benne, pontosabban egy darab volt, egy zöld ruhás falusi, de az most már nincsen sajnos. Elszállítom én a falusiakat? Nézzétek, bárány, hogy szállítom a falusit. Száguldunk! Ő elveszett közülünk, és most már csak ilyen bardaruhás falusiak vannak. Ez az egyik megindult. Oda, ez az! Megvan még egy. Az előbb azért említettem, hogy csak 64 plusz 64 plusz 50 darab vasat termelt az a farm, mert figyeljétek, ez a bárány farm mennyit termelt. Wow. Igen. Tehát én sokat bent afkoltam a játékban, azzal nincsen probléma. A vas farmmal volt a probléma. De most már remélhetőleg nincs velük semmi probléma, és működnek rendesen. Azt azért még megmutatom nektek, srácok, hogy horgáztam is. Tehát horgáztam egy keveset. Az automatikus horgászat működik elég jól. Tehát azt is láthatjátok. Na de most akkor alszom egyet először is. Jaj, de várom már, hogy itt legyen az a felirat. Remélem azért majd nagyjából jól csinálom meg, hogy lehessen látni is belőle valamit alvás közben. Ja, és srácok, lett egy macskán. De szép macska vagy, Sanyi. Nem tudom, hogy került ide, de egyszer csak hallottam, hogy itt mászkál egy macska. És fogtam egy halat, odavittem és megszelidítettem. És most itt üldögél a cserélfirágom, mert ez bejön neki. Na de, én nem is húznám az időt, hanem akkor fölpakolom magam azokkal a gyapjukkal, amik szükségemre lesznek az építésben, és elkezdek építkezni. És valahonnan innen kezdjük el itt a favonalában. Legyen. Itt a favonalában jó lesz szerintem. Ez a magasság itt jó lesz. Akkor ide rakok egy pontot, mert itt lesz a pont, itt lesz a közepe. Hú, srácok, amúgy eszméletlen veszélyes itt a magasban építkezni. Nem a legkellemesebb feladatok közé tartozik. 10 blokk magasnak kell lennie, ez a 9. blokk, és ide jönne a 10., de oda mivel nem rakunk blokkot, ezért így. Most jöjjön ide egy zöld, aztán jöjjön egy sárga szerintem, és most jöjjön egy piros. Ja nem, ide nem kell semmi, most le kéne odaugranom. Van még rajtam szett? Van, akkor ezt... Bírnunk kellett, és bírtuk is rendesen, jól van ide egy piros, akkor a következő legyen egy zöld, aztán jöjjön ide egy kék. Jól van, úgy tűnik, hogy az első nullással meg is vagyunk, most már csak körbe kéne építenem fekete gyapjúval, illetve elkészítenem a többi számot. Hát egyenlőre, srácok, így állunk. Ez itt az 500 ezeres feliratom első része. Attól félek picit, hogy itt bele fog lógni a Nether kapuba, de direkt fölé csináltam, szóval elvileg nem kéne. Hú, kész vagyok a következő nullással is, most jön az ötös a legelejére, aztán még hátra van 3 darab nulla. Elkészítettem az ötöst is, ami arra látható, direkt nem mutatom meg nektek, srácok, mert azt szeretném, hogy ti majd teljes egészében lássátok az egészet. Egy nullával később. És kész vagyok ismételten egy nullával, már csak 2 darab nulla van hátra, és kész vagyunk, srácok. Egy másik nullával később. Majdnem befejeztem még egy nullát, már csak az aljára kell beraknom a fekete gyapjukat, illetve elkészítenem még egy nullát, és kész van az 500 ezeres felirat, srácok. És már is ott tartok, hogy az utolsó simításokat végzem, fekete gyapjúból még meg kell csinálnom a körvonalakat, és kész is vagyok, bár szerintem, ahogy nézem, el fog fogyni a gyapjú. És el is fogyott. Egy darab blokk hiányzik. Most szépen fogom és sorba végig lebontom az összes földet, aztán még befedem az alját feketével, és utána megmutatom, hogy mit építettem. Srácok, szerintem elkészültem vele, és akkor nem is szeretném tovább húzni az időt, meg szeretném nektek mutatni. Itt is van. Nem a legprofibb bunka, és nem a lehető legszebb színeket használtam, kicsit román flash-em van tőle. De hát ez volt, ezt bírtam használni, és ilyen lett. Ez van, ezért jöttem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a 500 000 feliratkozót. Jaj, ne srácok! Ne! Miért? Miért csinálod ezt velem, Minecraft? Nem a Minecraft csinálja velem, én csinálom önmagammal. Srácok! Egyből a második nullát elrontottam. Azt a nullát ott. El van csúszva az egész a
francba. Igazából nem néz ki rosszul, annyi a probléma, hogy az a nullás ott dupla akkora, mint az. Srácok, egy kis módosítgatás után most már végre úgy tűnik, hogy tökéletesen nézünk ki. Nincsen probléma, ez itt egy 500 000-es felirat, tökéletes. Most nézzétek meg innen. Még egyszer mondom, nem olyan nagyon profi, és nem a lehető legjobb színeket használtam, hanem azokat, amik vannak nekem. Hát srácok, ez még csak a 6. része a hardcore-nak, nem tartok annyira előre, nincsenek olyan jó színei. A következő dolog, amit meg szeretnék csinálni, az az, hogy a vasfarmoknak a ládáját elérjem innen. Ne kelljen fölépítenem, hanem elérjem innen. Ezért úgy döntöttem, hogy tölcsérrel igazából levezetem mind a kettőt. De nem csak tölcsérrel, hanem tölcsér és láda váltakozással, mert az úgy spórolósabb. Kevesebb vasat kell felhasználni akkor. Nyap. Na nézzünk rá most a rendes feliratra. Ó, hát igen, ez így már mindjárt más. Tökéletesen lehet látni az ágyból alvás közben. Na, egy pár darab tölcsért és ládát elkészítettem. Szerintem, ha nem is mindkét vasfarmhoz, de az elsőhöz elég lesz, hogy lebírjam vezetni. Oké, ide egy láda, tölcsér, láda, tölcsér, láda, tölcsér, láda, tölcsér, láda. Hát és akkor itt meg... Hát ezt mindjárt megoldom. Na szóval ez itt úgy fog kinézni, hogy oda egy ilyen blokk, köré meg simán csak töltve lépcsők. Na de akkor most ezt a farmot is levezetjük a földig. Jól van, itt is pontosan ugyanúgy jött ki a történet, hogy láda van az alján és egy blokkal pont a felszín felett van. Tehát itt is megbírom csinálni ezt a kőes lépcsős verziót. Srácok, wow. Azt nézzétek, mennyi vasom van már. Tehát láttátok, mennyi volt a videó elején. 64 plusz 64 plusz 50, talán valami ilyesmi, azóta jött megint 64 plusz 64 plusz 50. Pedig tegnap itt volt a karakter, vagy egy 6-7 órát a Minecraftban. Most meg itt játszok egy órája, és ugyanannyi gyűlt. Érdekes. Na de, amit terveztem még a mai videóra, az egy ilyen mobfarmnak a megépítése. Úgy gondolom, hogy annak a mobfarmnak a helye az valahol itt lenne a legjobb. Ez egy nagyon csúnya mobfarm lesz, az a jól bevált, régi módi, tökéletesen működő, csúnya, de legalább hasznos. Na és, hát nincs nálam semmi, szóval igazából megyek a cuccokért. Olyan jó az, amikor még kellene egy darab chest, de teljesen kifogytál az összes fából. Vas farmod van, vassal tele vagy, nether kapu, enchantoló, saját birodalom, de fám nincs. Nyap. Azért kellett ez, hogy tudjak még tölcsért csinálni, mert a következő farmomhoz 9 darab tölcsérre lesz szükség. Ajaj, ajaj, nem jó. Jönnék építkezni, és tele vagyunk pillagerrel, akik amúgy szerencsére nem bántanak, csak állnak egy helyben. Jó van, nagyon aranyosak. Nekem most dolgom van. Nyap. Oké, és nagyjából összeszedtem a kellő dolgokat a farm elkészítéséhez, viszont ennek a farmnak az elkészítését nem nagyon fogom részletezni nektek, vagyis részletesen bemutatni, mivel ez nagyon régi fajta, és gondolom rengetegen ismeritek, viszont egy videót belinkelek róla a leírásba, hogy hogyan kell elkészíteni. Először is ide jön egy nagy chest, aztán a tetejére jönnek a tölcsérek, utána egy kis fél lap a tetejére, aztán ezt szépen körbevenni, aztán ezt fölhúzni 22 blokk magasra. Most minden oldalát kihúzom 8 blokkra. Közben azért rá lesünk a birodalmunkra, ami egyre jobban alakul. Jól van, egyelőre így állok, most jönnek a csapóajtók ide a szélére, amik azért kellenek, hogy a mobok majd könnyebben beleessenek a vízbe, könnyebben belelökjék egymást, szóval ezeket gyors lehelyezgetem. Rendben, fölhúztam a falakat is, és most már csak annyi lenne a dolgom, hogy ezt vagy befedem, vagy készítek még egy szintet, viszont még egy szinthez nincs elegendő nyersanyagom, szóval ahhoz el kéne mennem gyűjtögetni. De szerintem az lesz, hogy valószínűleg csinálok még egy szintet. Eljöttem még fát szedni, illetve még kőért is el kell majd mennem szerintem, de legalább alakul, ott is van már egy zombi. Igaz, nem ott kell spawnolnia, de nem baj. Kő is kell még, mert abból is kezdek kifogyni, annak ellenére, hogy az előző vagy az előző előtti részben mutattam, hogy mennyit bányáztam videón kívül, nem hiszitek el, mennyit bányáztam. Azt figyeljétek. Lejöttem, hogy keresek még egy kis gyémántot, és srácok, azért bányáztam ennyit, mert nem találtam. Nyap. És abból ugye azért elég sok kő összejött, de kezdek kifogyni belőle. Alig van már egy 2×64-es stacken. Most ezt a szintet is szépen becsapó ajtózzuk, ahogy annak ki kell néznie. Srácok, már nagyon a végén tartok. Méghozzá annyira a végén, hogy a tetőt húzom fölfele éppen. És ha ezt befejezem, akkor azzal be is fejeztem az egész farmot. És ezt figyeljétek, milyen pontosan jött ki. Pontosan annyi lapot kraftoltam le, amennyire szükség van. Ki is fogytam belőle. Ja, és itt most sötét van. Szóval le kéne innen jutnom, és srácok,
Kész a farm. Én ki is megyek innen. Szerencsére még van nálam egy vödör víz, szóval ennek a segítségével lejuthatunk, hogyha ügyes vagyok és nem rontom el, így kiszedjük. Aha, és most csak szépen lefolyunk. Jó van, nincsen itt probléma, meg igazából le is ugorhatunk, mert... Aha, jó, nem sebződünk. Kicsit féltem, hogy az 1.15-ös verzióban ezt már megjavították, hogy a sekély vízbe azért sebződjünk, de nem, még nincs megjavítva szerencsére. És srácok, most már csak várni kell, hogy működésbe lépjen a farm. Addig elmegyek egy kis izzókőért a házba, és kivilágítok vele egy picikét. Így egy ennyire gondoltam egyelőre, ez így elég lesz ide. Hop, figyeljétek, itt is van már 2 darab creeper. Nézzük, föl tudnak-e? Jaj. Aha, óvatosan kell ezzel a farmmal, ez ilyen nagyon óvatos farm, mert hogyha közel megyünk, a creeperök felrobbanhatnak. Sokkal több mob lesz ennek az aljában, csak még egy creeper. Ez igen. Tehát az a lényeg, hogy várni kell. Jó, most már itt van egy csontváz, és gyűlnek ezek szépen gyorsan, és az a lényeg, hogy kézzel, ha belütök akármibe egy darabot is, akkor az meghal. Tehát ez így van kiszámolva, srácok. Ez nagyon profi. Jaj, de gyönyörűen mutat a kis XP farmom. Nagyon örülök, hogy most már van egy ilyen is. Illetve nem csak XP-t gyűjtünk vele, hanem ugye itt a ládában is gyűlnek a moboknak a cuccai. Tehát nagyon fullos mész, innen csontváz. Viszont srácok, akkor úgy tűnik, hogy ez a rész ennyi lett volna. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és még egyszer szeretném nagyon szépen megköszönni az 500 ezer feliratkozót. Ott egy zombi malasz ember. Mit rosszalkodik? Megy az enchantolomba. Nyáp. És srácok, ha tetszett ez a rész, akkor nyugodtan nyomassatok egy lájkot, legyen további szép napotok, sziasztok!